Köszöntöm Önöket! Királyhegyi Pál író humoristához kötjük azt az idézetet, miszerint akinek humora van, minden tud, akinek nincs, az mindenre képes. Sőt, folytathatnám is, szerintem a magyar humor meg mindenre képes, mert bővelkedünk. A magyar humor az hungarikum. Nyilván elfogultak vagyunk, hiszen ez a hazánk, de higgyék el, hogy szerintem a magyar humor világ elsők között van. Magyar humor lesz a témája a mai beszélgetésünknek. Itt van velem a stúdióban Szabó V. László, köszöntelek szeretettel. Ő a Kocsi ZRT irodavezetője és a felügyelő bizottságának az elnöke. És amiért meghívtuk, megjelent a Ludas Matyi újra. Pontosabban nem Ludas Matyiként, de majd ezt elmondja nekünk László, hogy hogyan is szánták magukat erre a bátor cselekedetre. És tényleg azt mondom, hogy nagyon bátrak vagytok, mert ugye majd végigmegyünk egy kicsit a Ludas Matyi történetén, de ugye nem Ludas Matyi néven jelentetek meg újra. Hát ugye nyilván, tehát Ludas Matyi néven ugye nem lehetett. De miért? Tehát, mert hogy jogvédi? Ezt jogvédi gyakorlatilag magát a nevet, tehát ez gyakorlatilag 1945-től ugye cirka, tehát 92-93-ig egyébként uralta a magyar vicc sajtót egyébként a kiadvány, és hát gyakorlatilag ugye ugyanezen a néven ugye nem lehetett szerepeltetni, és hát ugye ezzel kapcsolatban ugye nagyon sok ötlet született, hogy milyen neve legyen egyébként, tehát hogyan lehetne föltámasztani egyébként ezt az óriási nagy közkedveltségnek örvendő lapot, ami gyakorlatilag több tízezres példányszámba fogyott valamikor, amit hát sajnos nem tudok elmondani most, hogy tehát most azért nem bár remegem. Nyilván szeretnétek. Nyilván szeretnénk, de sajnos egyelőre nem így történik, de hát az írott sajtónak jelen pillanatban nincs már akkora nagy tere, mint régen, de hát ezt gondolom, hogy mások is tudják, illetve mások is érzik, tehát az internetes sajtó vette át a szerepkört, gyakorlatilag az írott sajtó, tehát a print média ilyen, tehát az gyakorlatilag már nagyon-nagyon-nagyon szűk körökben élvez publicitást. De ezt, amikor elhatároztátok, hogy megjelentetitek a Ludas Matyit, és majd térjünk vissza a nevére, meg szeretném, ha megmutatnád nekem az első számot. Az első számot? És nem. Majd mutatom a kamerának is. Mutatom a kamerának, remélem, hogy nem fénylik be, mert egyébként egy ilyen nagyon jó, igényes. Igen, és ez jó egy tapintású ez a lap. Szóval, hogy ugye mondod, hogy az írott sajtó ma már, egyébként olvastam, hogy képzeld el, hogy a fénykorban volt, hogy elírta a 600 000-es vagy a 650 000-es példányszámot, egyszer ez volt az egyetlen ez nagy így fénykora. Van, ez így van, valóban volt erre példa, hogy ilyen óriási példányszámba fogyott. Hát ez ugye sajnos ez ma már nem mondható el, örülünk annak, hogyha ezt havi szinten egy 8-10 000-es példányszám. 8-10 000? Ez számotokra az, akkor ez már számunkra egy ez, kánaán. Hát az nem mondom, hogy kánaán, egyébként mert a dupla ennyi lenne, akkor azért egy picit jobb lenne egyébként a helyzet, az már egy kicsit kényelmesebb lenne, de gyakorlatilag hát itt első körben ugye az a cél, hogy a lap eltartsa önmagát. Értem. Tehát, de egyelőre, tehát most nem akarok a gazdasági dolgokról beszélni, de gyakorlatilag egyelőre az történik, hogy akár ebbe, akár másik magazinunkba is, amit kiadunk, egyelőre csak toljuk bele a pénzt, aztán azt várjuk, hogy elérkezzen egyébként arra a státuszra maga a magazin gazdasági értelemben, hogy legalább a stábot fönntartsa, tehát aki ebbe benne van, az író, a szerzők, a Ludas esetében ugye nyilván a grafikusok, a tördelő, a korrektor, a nyomda, a kiadási költségek, az irodai és egyéb más dolgok. Úgyhogy ha ezt eléri, akkor már nagyon-nagyon boldogok leszünk. És nagyon érdekes egyébként, mert rengeteg telefont kapunk, és tehát volt olyan betelefonáló, aki ezt elmondta, hogy ő ezt nem gondolta.
Na, tehát majd beszélni fogunk erről is. Ő azt hitte, hogy így heti szinten adunk el 10 000-es lapszámot. Beszélni fogunk erről is. Ugye összegezzük, ami eddig, tehát 1945-től, mondjuk 1992-93-ig, ugye a Ludas Matyi jó részben a Kádár nevével fémjelzett kommunista rezsim hivatalos humorlapja volt gyakorlatilag, vagy ha hivatalos sajtóterméke, és hát gyakorlatilag évtizedeken keresztül az ország egyetlen vicclapja volt. Így van, így van. Ugye, nyilván, ugye azt azért tegyük hozzá, hogy aki élt akkor, vagy aki valamit is tud azokról az időkről, ugye az ugye átjön, hogy azért ezt engedték, hát, mert hogy kellett egy olyan, hát hogy olyan szelep, ahol azért ki lehetett engedni ki egyébként lehetett a engedni. Gőzt, teljesen jól ugye mondod. 93-ban mondjuk tegyük, megszűnt a Ludas Matyi, és majd mindjárt visszatérünk a névadásra is, mert az a fölött elsiklottunk. Majd 2023. június 21-én a Kocsis kiadó úgy dönt, hogy ugye újra indítja a lapot. Ami hangsúlyozom, szerintem rendkívül bátor vállalkozás, mert te meséltél nekem arról, hogy volt egy ősludas, majd menjünk annyira vissza az időben, hogy arról is mondj egy pár mondatot, kérlek, és a Kocsis kiadótól Kocsis András úgy nyilatkozott, hogy a Ludast mi jó értelembe véve egy tömeglappá szeretnénk tenni, és nem szeretnénk azt, ha baloldali havilapnak könyvelnék el. Itt másról van szó. A humor az egy és oszthatatlan, mondta Kocsis, majd hozzátette. A célunk az, hogy az emberek politikai hovatartozástól függetlenül kezükbe vegyék az újságot, mivel szeretnénk mindenkinek egy kis mosolyt csalni az arcára. Ez a ti mottótok ez gyakorlatilag. Ez így van egyébként, ez abszolút az elnök vezérigazgató úrnak az ideológiája, és hát nem csak az övé, hanem nyilván aki részt vesz egyébként szervesen a lapnak a szerkesztésében, kiadásában, illetve annak a tartalmában. És gyakorlatilag erről azért voltak, hát én nem azt mondom, hogy viták, csak bizonyos cenzúrák is egyébként, például szerkesztőségi üléseken, amikor valaki... Mesélj már nekem erről, hogy zajlik egy ilyen. Hogy hát egy kicsit a nézőt viccesen is beavassuk ezekbe a kulisszatitkokba. Hát ezek olykor rendkívül viccesek egyébként ezek az értekezletek, és hát van olyan is, amikor egy kicsit nem olyan túlságosan érdekfeszítő, és például volt számos olyan alkalom, amikor egy picit bebólintottam, és úgy kellett fölkeljek, hogy egy pici kávét magamhoz vegyek, miután nem azért, mert nem érdekelt a téma, csak hát olyan fáradt voltam, mert reggel 5-kor kellek, este 10-kor még én a klaviatúra sort verem, tehát azért elfárad az ember. És de maga az értekezletek rendkívül jó hangulatba mennek. Hát az a jelmondatotok, hogy nevetés nélkül nem megy. Ez például a Kalmár Tibor úr. Kalmár Tibor találta ki? Kalmár Tamár úr találta ki. Akkor menjünk vissza, kezdjük, hát most már harmadszorra kanyarodok vissza a névadásra. Ugye Ludas Mátyás a Boldog Vármegye havilapja. Ugye mondod, nyilván, ugye hát ez mindenkinek átjön, hogy a szerzői jog miatt a Ludas Matyit nem lehetett, mert azt ugye nyilván védi egy szerzői jog. Én úgy tudom, hogy nem a Ludas Mátyás volt az egyetlen ötletetek, amit terveztetek címnek. És ez a Boldog Vármegye havilapja, ez az alcím, ez megvolt már az elejétől. Tehát kezdjük az elején, hogy mi volt a cím? Mik voltak a cím ötletek? Hát gyakorlatilag a Ludas Matyi az ugye adott volt, na most ugye miután azt nem lehetett, ebből kellett kreálni valami releváns, tehát valami hasonló hangzású vagy csengésű nevet. Tehát szó volt egyébként itt például arról is, hogy Ludas Mutyi, de szerintem a Ludas Mutyi nagyon jó, igen, csak erős. Erős egy picit, úgyhogy azt leszavazta egyébként a stáv, úgyhogy Mutyi nem lett belőle, és hát az András, a vezérigazgató úr azt javasolta, illetve azt tanácsolta, hogy hát a Matyi, hát ugye ő fiatal korában volt ugye Matyi, igen, de hát azóta eltelt x egynehány évtized, és hát a Matyiból Mátyás lett. Értem. És ezt egyébként jó, volt olyan ez olvasó, a magyarázat. Így van, és volt olyan olvasó is, aki ezt nagyon éles szemmel szintén egyébként ezt észrevette, és ezt jelezte nekünk, hogy ő pontosan tudja, hogy miért Mátyás, és nem Matyi, nem a szerző és jogvédő dolgokra utalva, hanem vonatkozóan arra, hogy a Matyiból most már Mátyás lett, és egy kicsit korosabb, egy kicsit tapasztaltabb, és talán élet felfogásban is egy picikét más. És az András, a vezérigazgató is azt mondta, hogy
például a grafikusokra is, hogy jók egyébként, tehát a régi vonalat, azt a régi szemléletet természetesen vigyük tovább, ami volt valamikor. De egy picikét azért tehát egy kicsit újabb felfogásból legyen ez az egész. Értem. Tehát ne hajazzon abszolút egyébként arra a régi ludasra, ami volt valamikor a Kádár éra lapja, hanem egy picikét talán másabb legyen egyébként. Nyilván a kiírásban, tehát egy hasonló releváns kiírás legyen, tehát betűtípusában. Igen. A rajzok nyilván hasonlóak, tehát ugye Sajdik Ferenc, Sajdik Feri bácsi, illetve a többi grafikus rajzai is, de azért mégis legyen egy pici újítás. Nagyon nyilván nagy nevek, Pápai Gábor, Krenner, szóval Krenner óriási István, nevekkel dolgoztok. Így van, a Pápai Gábor, mint művészeti vezető egyébként, a Kocsizéleti művészeti vezetője, Krenner István, mint az egyik legkiemeltebb grafikusunk. Aki nevek. Most a főszerkesztő egyébként azt találta ki, a Lukács Tamás úr, egyébként majd mutatom itt, nem tudom, hogy a kamera mennyire látja. Tehát van itt egy közös... Elkérem tőled, parancsol. És akkor megmutatom itt, gyakorlatilag ez a nulladik nap, mondható? Ez a nulladik nap mondható, ez az alakuló értekezlet, ahol gyakorlatilag egy szűk stábbal, középen Kocsis András Sándor vezérigazgató úr, aztán tőle baloldalra Pápai Gábor művészeti vezető, grafikus, mellette Lukács Tamás főszerkesztő úr, aki korábban egy másik igen komoly lapnak volt főszerkesztője, mellette ugye én állok, aztán az Andrástól szintén azt mondja, hogy jobb oldalra Benedek Imre, ő egyébként a Nagy Imre unokája. Nagy Imre unokája, annak a Nagy Imrének az unokája ő, ugye? Így van, az Imre a szerkesztés, illetve a tördelés, a feladatköre egy rendkívül tüneményes munkatárs, nagyon-nagyon kedvelem, és hát Halász Géza, dr. Halász Géza az másik fő grafikusunk egyébként, Géza szenzációs ember, és hát tőle pedig lentre dr. Fazekas László, aki végzettségét tekintve egyébként történész, de ennek ellenére az informatikai hátterét biztosítja ezek magának. Ezek mind humoros emberek. Ezek mind humoros emberek. Ti vagytok azok, akik az első pillanattól kezdve ott vagytok. Így van. Na most van. Ugye megszületett a Ludas Mátyás, azt mondod, hogy vezérigazgató úr azt mondta, hogy hát legyen most már fölnőtt Ludas Matyi, bár tényleg politikamentesen megjegyzem, hogy mostanában azért döbrögizni szoktak elég erőteljesen. Igen, igen. Szóval nem tudom, hogy döbrögi mennyire jelenik meg majd nálatok. Nagyon beszédes az első szám borítója, meg hát ugye mondod, hogy nem akartátok teljesen ugyanazt a Ludas Matyit visszaidézni. Igen, igen, hát azért ez nagyon igényes. A színvonala is egy nagyon. Kicsit azért egy magazinosabb jelleget ölt, mint a korábbi. Hát most én nem akarom itt peor szóval apostrofálni egyébként a korábbi kiadásokat, jó, de hát de azért egy lényegesen rosszabb minőségű papírra lett nyomtatva, ami az eladott példányszámokkal ugyan nincs egyenes arányban, mert rengetegen vásárolták. Ha jól emlékszem, talán egy pengő volt egyébként a kiinduló ár annó valamikor, és annak ellenére, hát ez most már nem egy pengő, hanem 1000 forint, illetve egészen pontosan 1 forint híján 1000 forint. Igen. Én azt gondolom, hogy azért ez az ár, ez nem olyan veszélyes. Látom, előfizetőknek meg még olcsóbb. Az előfizetőknek még olcsóbb, így van. Na most összeül a stáb, nálatok a vezetőség, és hogy zajlik az, hogy válogattok a karikatúristák szerzők közül, és megnézitek, hogy mit küld be, vagy hogy áll össze egy magazin, hát arra is kíváncsi gyakorlatilag, tehát a technikai háttere ez gyakorlatilag annyi, hogy ugye most már az informatika világában ugye ez úgy működik, hogy van egy közös tárhely, akik dolgoznak a lapnak, azok erre a közös tárhelyre felrakják a rajzaikat, és amit a dr. Halász Géza úr hozott létre, ő gyakorlatilag a grafikusoknak az összefogó embere, vezetője a Pápai művész úron kívül,
És gyakorlatilag erről a közös terhelyről jönnek aztán le a főszerkesztő úr, illetve a művészeti vezető, ezekről a közös terhelyekről szedi le gyakorlatilag azokat a grafikákat, amelyeket a művész urak oda fölraknak. És ezekből történik az összeválogatás, hogy éppen mikor melyik grafika, illetve rajz kerüljön bele a magazinba, az melyik oldalra menjen, az milyen vicc, vagy humor, vagy legalábbis egy szerzői írás mögé, illetve mellé kerüljön, amit például a... Ja, tényleg, és itt ezen a képen azt el is felejtettem mondani, a dr. Majláth Mikes úr nincs rajta, akit viszont Majláth szeretnék Mikes is benne kiemelni. Van itt a fő bolyban. A fő bolyban, így van. Tehát a Majláth Mikes úrról ami egy nagyon érdekes kis történet, hogy kb. 2 héttel ezelőtt volt, hogy egy olyan cikk jelent meg egyébként a mostani Ludasba, amit még az ő édesapja, Mikes György úr írt, és hát természetesen ő révén került bele egyébként ez az írás a labba, és olyan furcsa volt egyébként, és ezen viccelődtünk egyébként aki végzettségét tekintve jogász doktor, de egyébként íróként vált híressé, hogy apa küldött egy korsósört. És ez olyan jó pofa dolog volt. De ti, amikor megnézitek, ahogy mondod, hogy beérkezik egy közös tárhelyre ugye a rengeteg írás, karikatúra, minden, ti jókat derültök? Vagy szóval nálatok ilyen vidám az élet a szerkesztőségben, azon túl, amikor mondjuk elmosító egy értekezlet? Hogyne. Hát ezt a vezérigazgató is ki is kötötte egyébként a velem történő beszélgetése kapcsán, hogy itt a kiadóban, drága Lacikám, csak mosoly, derű, vidámság van, és bármi problémád van, azonnal mondd el. Na most ez a mosoly, derű és vidámság azért nem mindig valósul meg, úgyhogy ezen is szoktunk egyébként mosolyogni, hogy azért ez nem teljesen mindig így van, de alapvetően igen, abszolút mosoly és vidámság jellemzi magát a munkát, és hát a szerkesztési üléseken meg aztán különösen ugye vannak... Hát ennyi remek emberrel, meg remek szellemű emberrel együtt dolgozni. Úgyhogy erről ezt tudom elmondani. Úgyhogy, tehát még a fő mottóra visszatérő és a Kalmár tanár úrra, aki gyakorlatilag kitalálta ezt, hogy mert nevetés nélkül nem megy, tehát vonatkozóan erre is rendkívül sok ötlet volt. Igen? És mondasz egy párat? Hogy... Hát például a Karmár tanár úr egyébként mondta ezt, hogy emlékszem rá, hogy ült, és olyan aranyos egyébként, ahogy ott mozgolódik, és ez a keskeny vágású személyen mondom, hogy gyerekek, azt mit szólnátok hozzá, hogyha az lenne a filmotó, hogy gyerekek, ülünk a rögéstől. Jó, és ezt annyira, igen. És akkor, hogy mindenki úgy halványon mosolygott. Te annyira nem jött hogy be. Ez már annyira már nem jött be, ez egy kicsit olyan múlt érának egyébként volt a fő mottója, és de aztán csak azért az ő mottója került az újságnak a címlapjára, hogy mert nevetés nélkül nem megy, és ezt szenzációsan jól kitalálta, és én amikor ezt így megjelent, akkor én rögtön írtam is neki egy e-mailt, hogy kedves tanár úr, hát gratulálok, és hát nagyon örülök neki, hogy mégiscsak a te címválasztásod igen. lett egyébként a befutó. És... Én azt gondolom, hogy az ő egy olyan rendkívüli ember, aki nagyon-nagyon sok humort és értéket, művészeti értéket és humort tett le egyébként a magyar közönség asztalára, úgyhogy én végtelenül szeretem őt, de ezt mindenki másra is elmondhatom, akár a Majláth Mikes úrra, a Pápai Gábornak, a zsidós rajzai közül gyakorlatilag majd mindegyiket láttam, és talán én vagyok az első, akinek ezt mindig megmutatja. Igen, hát, hogy mit szólsz hozzá, mit szólsz hozzá. Hát, autentikus embernek mutatja meg a zsidó igen. rajzokat. Érdekes, hogy ezt a zsidó humort mennyire megtartottátok, és milyen fontos ágat visznek. Nagyon jók a zsidó viccek, és én azt gondolom, hogy ezek mai napig is megállják a helyüket, és főleg aki képviselteti magát az izraeliti vallásban, őbe különösen jókat derül ezen, de aki nem, még az is érti egyébként. Tehát annyira frappáns jó poénokat alkalmaz a zsidóság egyébként, hogy nem lehet kihagyni. De ti zsidó emberek is nagyon jókat derültök ezekre a humorokat? Hogy ti nevettek a legjobban. Hogyne, természetesen. Persze. A nagyon, nagyon fantasztikus itt a Trunkó Barnabás, Sajdik
Ferenc, Parti Nagy Lajos, Marabó, Kukorelli Endre, Pápai Gábor, Majlát Mikes, Krennel István, ugye már beszéltünk róluk, szóval fantasztikus a felhozatal. Az első lapszámot Bodrogi Gyula ajánlásával dobtátok piacra. Miért pont Bodrogi Gyulát kértétek meg? Mert talán ő is a humor nagy ágyúja Magyarországon. Így van. Gyakorlatilag, tehát ez már egy közkedvelt mottó lett egyébként, hogy a humor nagy ágyúi, és hát úgy gondoljuk, hogy Bodrogi Gyula szintén egy olyan alkata, vagy figurája, vagy jelensége egyébként a magyar humornak, hogy lehet az ő nevével, illetve személyével fémjelezni az újságot. Ha csak arra gondolunk egyébként erre a poénra egyébként, amit mindenki ismer, amikor a gyógyszertárba az ószert vásárolja egyébként. És ha jól emlékszem, de nem akarok blödséget mondani, a Trunkó Barnabásnak volt egyébként ez a gyakorlatilag ez az írása és ez a humora, aki egyébként szintén szerzőként szerepel a magazinunkban, viszont egyéb más elfoglaltságai miatt viszonylag kevés időt tud eltölteni egyébként a magazinnal, de minden esetre egyébként azért ott van az élbolyban, és aminek mi nagyon-nagyon örülünk, mert én azt hiszem, hogy ő is egy olyan humorista és egy olyan nagyszerű szerző, aki már bizonyította, hogy az ő humora gyakorlatilag mindenek felett van szinte. Tehát én például Salamon Bélát is nagyon-nagyon kedvelem, ugyan már talán lehet, hogy egy picikét kopott a mai... A mi generációnk még tudja, hogy kiről beszélsz, de már szerintem már egy mai 20-30 éves nem tudja, és így a Ludasra is rátérek, hogy nektek mi a tapasztalatotok, hogy a mai fiatalok értik, vagy tudják, hogy miről beszélünk? Mert azért ugye, ha visszagondolunk a mi korosztályunk, ha nem is mondjuk otthonra nem járatták a szülők a lapot, de valahol a rokonságban fölfedeztük. Szóval igen. A Ludas Matyit hát mindenki, olyan ember nem volt, aki ne ismerte volna. Mindenhol ott volt a Ludas Matyi, ez tény és való. Na most ugye, hogyha 93-ban megszűnt, 92-93-ban megszűnt, én nem tudom, hogy a mai fiatalságnak szerinted jelente valamit? Annyira más a mostani generáció, hogy gyakorlatilag aki még emlékszik a 90-es évek előtti Ludasra, azok már inkább azért a mi korosztályunk az 50 igen. pluszosak, talán a 40-esekből is még, de inkább az 50-50 pluszosak. Az, hogy a mai korosztály ezt, vagyis a mostani generáció, a mai éra ezt milyen szemmel nézi, milyen szemmel látja, hát nyilván nekik ez egy teljesen ultra-neo dolog egyébként, vagy talán retrónak is hívhatják bizonyos körökbe. De szeretik a fiatalok ezeket a retró dolgokat. Én azt gondolom, hogy meg kell velük ismertetni. Ugye? Igen. Mert szóval muszáj egyébként, tehát a történelem ugye ismétli önmagát. És én azt gondolom, hogy muszáj lássák azokat a vicceket, azokat a rajzokat, grafikákat, amiken a szüleik, illetve a nagyszüleik nőttek föl. Mert nagyon-nagyon sok igazán jó humor tudnak ebből egyébként meríteni. És azért egy kicsit művelődenek is, tehát mert azért vannak azért olyan írások is. Például a Ludas Matyiba például Vas Arbert is írt, tehát voltak neki írásai, vagy számos olyan költő, aki egyébként a szépirodalomról ismert volt. Tehát ebbe azért bele lehet rakni akár egy ilyet is. Tehát ugye nyilván ez a főszerkesztő úron múlok, aki egyébként abszolút nyitott mindenre. Tehát a siker és az olvasottság érdekében. Például most volt egy én azt gondolom, hogy egy nagyszerű olyan vívmánya egyébként a Lukács úrnak, hogy megjelentetünk egy rajzot, egy grafikát, és akkor megkérjük az olvasó közönséget, hogy adjon ennek a grafikának címet. De jó, bevonjuk az olvasókat. Tehát, így van, tehát be kell vonni az olvasót az alkotásba, és ezáltal... Ezt szeretik az olvasók? Ezt szeretik, és még érdekesebbé válik egyébként maga a lap,
És ez olyan öröm volt, nem csak az olvasó számára, hanem számunkra is, amikor 2 héttel ezelőtt áthathattuk egyébként azt a díjat, azt a Krenner István eredetiben dedikált grafikáját, aminek gyakorlatilag az egyik olvasónk adta magát a címét, és láttam, hogy annyira örül egyébként maga az olvasó, hogy ő kapott egy eredeti Krenner rajzot, ami dedikálva volt mosollyal, készfogással egy fotó keretén belül a szerkesztőségi irodában, mert ugye az sem mindegy, hogy hol, tehát nem a Dunaparton, vagy egy kávézóban történt az átadás, hogy nem küldtük el neki postán szándékosan, hanem azt arra kértük, hogy jöjjön már be az irodánkba, illetve a szerkesztőségünkbe, hogy ott adhassuk át, ahol jelen van mindenki, ahol ott van az egész stáb, és megismerkedhet a Pápai Művész úrral, a Majnát Mikes úrral, a Halász Gézával, a főszerkesztő úrral, a Benedek Imivel, és esetleg még a Kocsis úr is ott lesz, a vezérigazgató úr, aki egy baráti, igazán kedves mosoly, béli készszorítással tudja üdvözölni az olvasót. Nézd, az olvasónak, vagy a kívülállónak mindig izgalmas belesni egy szerkesztőség életébe, meg egy alkot, egy születés folyamatába, hiszen ugye itt erről van szó. Olyan, gyakorlatilag a Boszorkány konyhára mindenki kíváncsi. Így van, így gyakorlatilag van. Én is, hogyha elmegyek egy étterembe, és eszek egy isteni finom ételt, én is kíváncsi vagyok, hogy az vajon hogyan készült, vagy ki az, aki ezt csinálta, hogyan tanult ezt, vagy ez egy szakácskönyvi recept, vagy ez egy saját elgondolás alapján készült érte, de minden is ne kanyarodjunk el a gasztró felé. Szóval az a lényeg, hogy ti is megőrzitek azt a vonulatot, amit egyébként a Ludas Matyi, még Matyiként is tudott, hogy aki nem feltétlenül egy politikai humorra kíváncsi, az is szívesen kezébe vette a lapot, annak idején is, még az ős Ludas Matyi. Apropó, ős Ludas Matyi volt az 1800-as években is valamikor egy pár évig, 1867-ben, tehát gyakorlatilag a kiegyezési évszámra tekintve. De az nem volt egy hosszú életű. Nem volt hosszú életű, ha jól emlékszem, azt hiszem 5 évig tudott fönnmaradni egyébként ez a lap. Hát a Ferenc József az akkori, hát azt hiszem, hogy a leghosszabb ideig uralkodó királyunk volt, cirka talán 70 évig uralkodott, ha jól emlékszem. Volt egy olyan grafikai ábrázolás, ami az ő személyét sértette, egy bizonyos keresztre feszített Kereszt József ábrázolásában. Azért ez mindig veszélyes téma. Veszélyes téma, így van, és hát ezért demonstratíve, hát börtönbüntetés kapott maga a szerző, illetve maga a kiadó, a képviselője, és hát szép lassan aztán így el is nyomták, és elsikadt a lap, aztán utána a Kádári érába emelkedett fel. És ugye Gábor Andorhoz kötjük, de ő tudott erről az ős Ludasról egyébként, szóval... Hát innen jött neki nyilván az ötlete. Ugye, hogy olyan, ezt olyan. Ő, mert én úgy de olvastam... De hát gyakorlatilag Fazekas Mihály volt az igazi ötletadó, tulajdonképpen, hogy a szegény sorból fölnevelkedő fiatal ember, aki oda mondja egyébként a rendszer vezető képviselőjének a véleményét, és demonstrál, és gyakorlatilag protestál egyébként a rendszer sújtotta dolgok történetében, gyakorlatilag innen jött. Ennek az apropója az, hogy majd én jól megmondom, tehát gyakorlatilag a Ludas Matyi, illetve a Ludas Mátyás is, tehát valamilyen szinten természetesen benne van a politika, de azt leszögezem egyébként, hogy tehát azt a fajta elképzelést, ideológiát, hogy ez egy baloldali sajtó, vagy szaksajtó, vagy viclap lenne, vagy sajtóorgánum terméke, ezt el kell, hogy utasítsam. De igen, ezt a Kocsis András is nyilatkozta, de azért én mégis azt gondolom, hogy titeket azért oda sorolnak. Hát oda sorolnak, ez is egy sztereotípia, gyakorlatilag, vagy egy olyan prekoncepció, tehát egy olyan vizsgálat nélküli ítélet, mert gyakorlatilag ez maradt meg köztudatban az évtizedek során. Jó, hát a Kádár rendszerben nem volt sajtó. Természetesen. Ugye most már miután több pártrendszer van, tehát így most már ugye bárkit lehet szídni, vagy ostorozni, de mindenképpen egyébként centrális oldalról
szempontból közelítjük meg egyébként a politikai beállítottságot, és amit a Kocsis úr, vezérigazgató úr le is szögezett az elején, és volt egyébként olyan szerkesztőségi ülés, amikor XY szerző, illetve grafikus, lényeg az, hogy munkatárs meg akart jelentetni egy olyan cikket, amit pont Lőrinc szólt. És nevek nélkül beszélgetünk, de értjük egymást. Pont Lőrincről jelent meg fotóval és írással, ami szerintem egyáltalán nem volt degradáló, de akár úgy is lehetett volna ezt értelmezni, attól függ, hogy milyen szemszögből ítéljük meg, és akkor a vezérigazgató azt mondta, hogy fiúk, ezt nem jelenthetetek meg, ezt onnan ki kell venni. Szedjétek ki. Értem. Szóval, hogyha szerző, valamely szerzőtök olyan kicsit szélsőséges humorral jelentkezik, akkor azt nem engeditek napvilágot látni. Tehát nyilván picikét nemhogy lehet, hanem kell is egyébként akár a kormánypártot, akár a baloldalt, akár centrális egyéb más pártokat, nyilván lehet cikizni, lehet rajtuk mosolyogni, lehet ércelődeni, de durvasságot nem lehet elkövetni. Durvasságot abszolút. Tehát nem akarunk a prédájába válni senkinek. Mi azt akarjuk, hogy amit az András is mondott, a vezérigazgató úr, hogy a humor mindenek felett. Igen. Ami oszthatatlan, és gyakorlatilag legyen mindenkié, tehát ne csak ezért az oldalé, ne csak azért az oldalé, hogy legyen mindenkié, ez közös. Ez olyan, mint a művészet is gyakorlatilag. Hát a művészet is mindenkié, tehát az, hogy ki milyen beállítottságú, vagy ki milyen politikai pártnak a képviseletében jelenik meg adott művész, az én azt gondolom, hogy az ő szuverén joga, hogy például vallásos vagy ateista, de én azt gondolom, hogy a művészet az mindenkinek szól. Pontosan, Da Vincit sem kérdezték meg, hogy ő Guelf vagy Ghibellin párti. Hát igen, hogy már Firenzét hozzuk be, és milyen érdekes módon Firenzéig jutottunk a Ludas Matyitól, de térjünk vissza a Ludas Matyira. Amikor megjelent az első, vagy a Ludas Mátyásra, mindig Matyit mondok, és ezt elnézést is kérek, mert még mi. Ugye látod a beidegződést. Nagyon sokan így mondják egyébként a mai napig is. Na most az én korosztályom még Ludas Matyit. Mik voltak a visszajelzések, mi volt a fogadtatása, mondjuk amikor a megjelent, vegyük az első lapszámot. Nagyon-nagyon-nagyon pozitív volt. Nagyon pozitív? Nagyon jó volt a visszajelzés. Hát határtalanul örültek, legalábbis azok az olvasók, akikkel én beszéltem, betelefonálók, már-már besiesként várták egyébként a lapot, és azt mondták, hogy minden egyes számot meg fogunk vásárolni, el fogjuk tenni. Volt olyan olvasó, aki olyan aranyos, olyan kedves volt, hogy 50-es, 60-as évekbeli régi Ludas szám stócot hozott be a szerkesztésünkbe, hogy hát, ha tudunk belőle meríteni ötletet, tehát ötletadóként, viccadóként, grafikai ötletként, megvalósítandóként esetleg fel tudjuk használni. És hát ő ezt 20 éven keresztül, vagy 30 éven keresztül gyűjtögette, de ő a mi kedvünkért, a kiadó kedvéért megválik ettől, és behozta és odatta, és olyan szeretettel történt mindez, és olyan nagy örömmel fogadtuk, hogy tényleg szóval elmondhatatlan ez az öröm. Úgyhogy hát próbáljuk aztán minél jobbá, minél klasszabbá tenni, és minél olvasottabbá tenni a lapot. Visszatérve a 30 éves korosztályra, 25-30 éves korosztályra, akik ugye a print sajtót igazán már nem biztos, hogy nagyon preferálják, vagy ismerik, gyakorlatilag hát az ő számukra is azért tehát sorozatként is azért ez majd elérhető lesz, és gyakorlatilag a simogatós képernyőn is olvasható, illetve nézegethető lesz majd a magazin. Nem tudom, hogy ennek mekkora sikere, vagy erre mekkora igény lesz, de egyébként előfordul, hogy például a másik magazin, amit szintén a Kocsis Kiadó ZRT kiadásában van, a BBC History. Megmutatod, kérlek. Ó, de gyönyörű. Annyira igényes, történelmi szép kiadványaitok vannak, a BBC History. Ami egy történelmi magazin, mert ez is egyébként elérhető digitális formában, tehát előfizethető digitális lapként. És nagyon érdekes dolog, mert ugye az angliai testvére,
amit szintén... Az angliai testvére? Az angliai testvére. Na, milyen érdekes. Ez az angol változat, mutatom a kamerának, ez pedig a magyar. Magyar változat. Hát kérem, tisztelettel semmivel nem vagyunk lemaradva. Egyáltalán nem vagyunk lemaradva. Azt kell mondjam, hogy egyébként Györfi Iván kiváló történész, főszerkesztő úr nagyszerűen viszi egyébként a lapot. Korábban egyébként a Roncsics Ignác professzor úr főszerkesztésében volt maga a lap. Ő talán egy kicsit szakirányúban csinálta magát a lapot, a Györfi úr viszont talán egy picit jobban emészthetővé tette az olvasó számára magát a lapot, ami én szerintem nagyon-nagyon fontos, nem ostorozom vagy bírálom én egyik főszerkesztőt sem, félreértés ne essék. Persze, értem. Én gyakorlatilag azokat az érdekeket nézem, amiket az olvasók képviselnek. Viszont mindenki számára megfelelni nem lehet. A Roncsics Ignác úr egy kiváló történész egyébként. Kiváló, ezt abszolút. És egyébként szerzőnk is. Az Ukrán konfliktus című könyvet is egyébként nek ő a szerzője, illetve többek közt ő is a szerzője, ami azt hiszem, hogy jelen pillanatban abszolút aktuális egyébként. De mindenki örványotok tekintve. Abszolút. De ha aktualitását nézzük, gyakorlatilag például, tehát itt van akár ami örök aktualitású gyakorlatilag, kiváló szerzőnk, Odze György. Igen, most az ünnepi könyvhéten mutattátok be, rengeteg, úgy emlékszem. Rengeteg, óriási érdeklődés volt rá egyébként. Odze György kiváló író, aki gyakorlatilag... Róf Andrássy Gyula miniszterelnök életéről szól. Andrássy Gyuláról és az ő rejtélyes, már-már misztikus szerelmi történetéről, ami ugye a Sziszihez fűződik, és ott ugye megy a találgatás, hogy ez most igaz volt-e, nem volt igaz, stb. És hát nem utolsó sorban azért akár Lévai Katalint is említhetnénk egyébként, az örökhagyó, a Reök családról szóló történetében, szintén kiváló írós. És hát a vezérigazgató úr, hagyjuk szerintem itt Csemegének, a vezérigazgató úr, Kocsis András könyvét, aki, a Nelson elv. A Nelson elv, így van. Szépen áttértünk itt a kiadványaitokra a Ludas Mátyás után, de majd a Ludas Mátyásra vissza fogunk kanyarodni. Mesélj erről a Nelson elvről. Nem feltétlenül mindenki Nelson admirálisra gondol, mert Nelson Mandela is bekapcsolódja a Nelson. Így ez van, szerintem így nagyon van. Sok félreértésre ad okot. Így van. Tehát, miért Nelson elv? Tehát a legtöbb embernek egyébként, amikor meglátja a feliratot, hogy Nelson elv, rögtön a híres békeharcos Nelson Mandelára ami gondol, egyáltalán nem gondol, lenne baj, csak nem róla szól nem a könyv. Baj, csak nem róla szól a könyv, igen. Viszont Orisio Nelson neve viszonylag kevés embernek ugrik be, aki gyakorlatilag Nelson admirálisként vált híressé. Gyakorlatilag a trafalgári ütközet, ami talán az egyik legjelentősebb hadi esemény, ami hozzá köthető. Gyakorlatilag Orisio Nelson egy olyan személyiség volt, aki egy olyan furcsa észjárású ember volt, aki gyakorlatilag ki tudott lépni a körből, ki tudott lépni az úgynevezett kockából. Gyakorlatilag Nelson admirális áthágta az addigi csatarendet, ugye? Így van, tehát mondhatni azt is gyakorlatilag, hogyha néhai Tordján Józsi bácsi szavait idézném, akkor egy unortodox politikát képviselt. De ez morális volt szerinted? Abszolút, igen? Csak hát nem volt megszokott. Abszolút nem volt megszokott. Tehát gyakorlatilag, tehát ő egy kicsit tovább gondolta, tehát nem a bezárt észjárású tengerész tisztként vagy emberként élte meg magát a dolgokat. Gyakorlatilag megkerülte a flottát. Megkerülte a flottát. Tehát már-már jogellenesen, de még mindig a szabályokat betartva egy olyan taktikai malőreket, olyan taktikai cseleket alkalmazott, amitől annyira összezavart az ellenséget, hogy egyszerűen nem tudták már, hogy ki kivel van. És viszont hát bejött. Folyamatosan is bejött, és folyamatosan tudta irányítani az egész hadszíntéren a gyakorlatilag a csatát. És hát a vezérigazgató gyakorlatilag erről ír, hogy mi az az elv, mi az a Nelson elv. De ő 27 kiváló tudós és művészemberről ír, ugye? Hogyne. És szóval, hogy mégiscsak egy ilyen hálóként fogja össze hálóként, ez a Nelson elv ezeket az írásokat. Majdnem, hogy egy antológiaként, tehát egy gyűjteményként foglalta csokorba egyébként
ezeknek a kiváló bölcsöknek egyébként a gondolatait, illetve észrevételeit, szavait, és gyakorlatilag egy nagyon-nagyon egyszerű példával tudnám ezt apostrofálni, hogyha tehát a matematika, nekem volt egy középiskolai tanárom, aki azt mondta, hogy a matematika tudása, illetve a tanulása azért nagyon-nagyon fontos, mert gyakorlatilag előtérbe helyezi a probléma megoldó képességet, tehát javítja a probléma megoldó képességet, és ez valóban így van, ezt én is tapasztaltam egyébként magamon, hogy sokkal inkább gyorsabban, dinamikusan oldottam meg egyszerű, triviálisabb dolgokat is a matematika gyakorlása, tanulása közben, vagy után, mint korábban. De neked ilyen a mentalitásod, ilyen a gondolkodásmódod, tehát te másképp gondolkodsz. Én tudom azt, hogy te játszottál baráti körben, hogy azt a bizonyos feladványt feladtad, hogy is van ez pontosan? Igen, gyakorlatilag ezt a matematikai feladványt, hogyha Nelson, Horatio Nelsonnak vagy Nelson admirálisnak, hogyha ma feladná valaki, én azt gondolom, hogy szerintem ezt percek alatt egyértelműen megoldaná, amikor is gyakorlatilag képzeljünk el egy A4-es papíron elhelyezett 9 egyenlő távolságra elhelyezett pontot, és hát a feladatkör a következő, ezt a 9 egyenlő távolságra elhelyezett pontot, amit gyakorlatilag egy ilyen kockát ír le, ezt a 9 egyenlő pontot 4 vonallal közd össze úgy, hogy közben a papírról nem emeled fel a kezed. Na most ugye 10 emberből, most mondok egy szélső értéket, 12 nem tudja megoldani. Miért nem? Olyan egyszerű a képlet. Azért, mert ő a kockán belül gondolkodik. Igen. Na most ugye Nelson admirális meg rájött arra, hogy ki kell lépni a körből, vagy az úgynevezett kockából, és hát ezt a 4 átlós, ezt a 4 vonalat, amivel a 9 pontot, hangsúlyozom, a 9 pontot összekötött ezzel ezt a 4 vonalat, ezt gyakorlatilag a feladvány feladó személy egyébként nem kötötte meg, hogy azt csak belül lehet ám összekötni. Hát ki lehet abból lépni? És akkor kilépve elkezdi összekötni a 4 vonallal, és folyamatosan kilép, még végre a 4 vonal összeköti a 9 pontot. És nagyon-nagyon sok embernek ez a problémája, hogy belül, a kockán belül gondolkodik. Igen, és nem fogja nem tudni megoldani. Nem mer kilépni. Na most... És ez egy metaforikus értelmezésbe kell gondolkodni, hogy a kockán belül gondolkodik, és nem tud kilépni, mert az az életét abszolút jellemzés, azért van beragadva, azért van megrekedve, azért van kátyúba, ahonnan nem tud kimászni, nem tud kilépni, mert ő is be van zárva a kockába, és képtelen onnan kilépni, képtelen rájönni a megoldásra, hogy hogyan tudnék onnan kilépni, és hogyan lehetnék egy szabad szellemű vagy akaratú emberré válni. Hogy így oldok meg aztán dolgokat. Mert sajnos itt lép be ugye a matematikus gondolkodásmód, ami nem feltételezi azt, hogy matematikusnak kell lennie valakinek, csak egy picit, ahogy ugye jól sejtem, hogy egy picit a gondolkodásmódunkon kéne változtatni ahhoz, vagy egy picit talán szabadabban kéne a világhoz, vagy most már elkanyarodtunk, de nagyon érdekes a téma, amit mondasz, és tudom, hogy Nelson admirális nagy példaképed. Én nagyon szeretem. Tudom, hogy nagyon szereted őt, és hát nyilván a vezérigazgató úr is, hiszen hát megjelentettétek a könyvét. Térjünk vissza akkor a Ludas Mátyásra, mert itt most már pár percünk van a műsoridőből. Azt mondtad, nagyon örömmel fogadták. Arra lennék még kíváncsi, hogy inkább az idősebb olvasótáborotok van? Tehát, hogy körülbelül hány éves kortól figyelitek nyilván, hogy körülbelül milyen korú az olvasótáborotok? Hát erről a kérdésre egészen pontos választ a dr. Fazekas László kollégám tudna adni, aki ezt mérte egyébként. Na igen, hát nyilván méritek. Nekem csak elég, hogy egy mégis... De valóban, tehát az 50 fölötti igen. Korosztály, akit igazán érdekel egyébként a maga a magazin.
de nem ritka egyébként természetesen az 50 alatti korosztálynak sem az érdeklődése. Én azt gondolom, hogy azért, hogy eléggé homogén a közösség, de azért inkább az idősebb korosztály, ami. De ha már az és akkor most már hanyadik lapszám jelent meg? Hát gyakorlatilag három. És a negyedik kiadás az pedig le most fog megjelenni. Igen? Ó, hát szóval ti nem adjátok fel. Ne adjuk fel, töretlen egyébként, töretlen a kitartásunk. És ha már az idősebb korosztályról beszélünk, akkor szabad legyen még megemlítenünk a most kiadott, szintén egy picit álmából fölébresztett. Igen, álmából fölébresztett? Kicsit az álmából fölébresztett, amiről az orvos nem beszél című kiadványunkat, ami gyakorlatilag alternatív gyógymódok alkalmazásával, vitaminok alkalmazásával, testmozgással, mentális, szellemi jólétnek a megalapozásáról ír. Tehát Szendi Gábor főszerkesztő úr, főszerkesztő és gyakorlatilag a magáról az alternatív gyógymódokról ír. Tehát nem minden esetben kell ám a patikába menni ahhoz, hogy elérjük azt a gyógyulási folyamatot, amit szeretnénk, hogy létrejöjjön egyébként a testünkben, szervezetünkben, vagy éppen az elménkben. Ez az, amiről az orvos nem beszél, itt határtalan, tehát itt a 20 évest is, a kismamát bárki, is, az bárki, idős embereket bárki, is, ez mindenkit ez bárki, érdekel. Akár az áldott minden állapotban lévő kismama. A tudatosan élő fiatalokat. Tudatosan élő fiatal, így van, aki sportol, aki mozog, és nem csak a testét tartja karban, hanem a szellemét is. Ugye? Tehát én emlékszem rá, amikor én az orvosomtól kérdeztem, hogy főorvos úr, mostanában valahogy nem olyan a memóriám, mint korábban. Régen elolvastam valamit, és három nap múlva is szóról-szóra emlékeztem rá. És akkor azt mondja, hogy... És akkor kérdeztem tőle, hogy főorvos úr, mondom, van erre valami tabletta, vagy valami... És van. Vagy ilyesmi. És akkor így elmosolyodott, és azt mondja, hogy hát persze, hogy ne, természetesen, hát elmehet valamilyen bioboltba, ha nagyon sok pénze van, és rengeteg pénzt ott hagyhat, de én javaslom magának, hogy menjen el egy trafikba, és kb. 300 forintért vegyen meg egy keresztrejtvényt. Igen, jó, tényleg, azt is akartam és mondani. És dolgoztassa az agyát, tehát igen, azt is karban kell tartani. Azt mondod, hogy ezt javasolják? Ezt mondta, és én is akarom. Vagy vegyen meg egy ludas mátyást. Vagy vegyen meg egy ludas mátyást, mert történetesen van benne keresztrejtvény. Na igen, mert ugye, amikor megszűnt a ludas Matyi, azért utána ez még azért megjelent ilyen skandináv rejtvények. Igen, ilyen rejtvény. Igen, én azt gondolom, hogy inkább a nevével de a próbálkoztak, hogy tovább. Talán magát a rejtvény magazint igen. Inkább a nevével próbálták eladni, és mint hát magával a tartom. És hát a igen, hát Rák Béla barátunknak köszönhetően, hogy igen. Ne. Művész barátunk egyébként, igen. Jó, hogy hát elképesztő volt ez a beszélgetés. De hogy ez már vége van ennek? Igen, hát hamarosan most már nagyon sokat tudnánk beszélgetni, és remélem, hogy fogunk is, mert hogy olyan bámulatos, ami az a megjelen kiadványok halmaza, amivel a kocsis kiadó büszkélkedhet, hogy tényleg el vagyok képedve. Amikor újságíró hallgató voltam, akkor nekünk emlékszem rá, hogy valamelyik előadáson azt mondta az egyik tanárom, hogy hogy a Gutenberg galaxis végét jósolják, hogy az írott sajtó, a nyomtatott sajtó, az el fog tűnni a világból, és semmi más, már csak nem interneten. Én a ti pártotokon állok. Azt gondolom, hogy a kezembe kell venni. Igen, megszabolja az ember, így van, ugye? Így van. Szóval, hogy nem létezik, hogy amíg ember az ember, addig kell, hogy legyen. Kell, hogy legyen. Sajtó. Kell, könyv. Hogy legyen. A könyv. Kell, hogy legyen, tehát dicsérete. Amíg jelentetnek meg díszbőrkötésű könyveket, amire jó magamnak is fáj a foga egyébként, egy cirka 40 ezer forintos lexikonra, ami teljes full bőrkiadásban jelent meg, és nem érdekel, ha 60 ezer forint lenne, akkor is megvenném, mert jó, hát azt, egy kiadó, azt, kiadó azt nem lehet megvenni, igen. De én azt gondolom, hogy ha már a kiadóról beszéltünk, és nem tudom, hogy mennyi idő van még a műsoridőből, de talán egy záró mondatként szabad legyen annyit mondanom, és egy olyan
zárást a beszélgetésünk végére berakni, ami alapján annyit kell, hogy mondjam, hogy Kocsis András Sándor egy olyan személyiség, egy olyan ember, aki azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sokat bizonyított, és a kultúrát megteremtette a egykori, valamikori Kocsis Kiadó elnök vezérigazgatójaként, és az ő nevével nem lehet visszaélni. Tehát az ő nevét nem lehet nem szeretni. Mert ő egy olyan nagyszerű ember, hogy az egész kiadónak a termékeit is, mind az ő ötletei, az ő nagyszerű szellemisége, ami gyakorlatilag tovább viszi, ami élteti, és nagyon-nagyon remélem, hogy még 30 év múlva is éltetni fogja. Így legyen, gyönyörű végszó. Én meg azzal folytatnám, és tényleg abszolút dicsérni jöttem benneteket, mert aki a Ludas Mátyást kitalálja, megjelenteti, van bátorsága, van mersze piacra dobni, akibe ennyi szeretet van, mert szerintem a humorhoz rengeteg szeretet kell, ugye? És azért értelem is. És intelligencia kell, mert ugye aki a humort, hát ugye abszolút Királyhegyi Pállal indítottam ezt a beszélgetést, hogy akinek humora van, az tulajdonképpen mindent tud. Én azt gondolom, hogy a ti kiadótok is mindent tud. Lenyűgöző az, amikor összeáll ennyi jó szellem, és teremteni akarnak valamit. Köszönöm a beszélgetést. Nagyon izgalmas volt itt, tényleg végig száguldottunk, egész időutazás volt. Remélem, önök is élvezték. Itt a Ludas Matyitól, Ludas Mátyáson át indultunk a beszélgetéssel, vissza is kanyarodtunk természetesen a Ludas Mátyásra, hiszen ez volt a fő vezérmotívum ennek a beszélgetésnek. Szabó V. Lászlóval, a Kossuth Zrt. Felügyelőbizottságának elnökével, irodaigazgatójával, irodavezetőjével beszélgettem. És konzekvenciája az a beszélgetésnek, hogy olvassanak sokat, nevessenek sokat, és higgyék el, igaz az ő mottójuk, nevetés nélkül nem megy. Nagyon szép napot kívánok!